Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Országgyűlési képviselőként azt gondolom, hogy feladataim közé tartozik a kormánynak, mint kormánypárti képviselőnek, a kormánynak a munkáját, és ezen belül a legfontosabb, azt gondolom, operativitásában a legfontosabb törvényt, a költségvetési törvényt. Bevezetnem a költségvetési törvényről néhány szót mondanom a közvélemény számára. Ugye június közepéig tart a parlament, és már tavaly is az előző ciklusban, az előző évben a következő évi költségvetésre fordulunk rá. Tehát benyújtotta múlt héten a kormány a 2017 évi költségvetést. Ez azért nagyon fontos, mert előre számítható, menet közben könnyebben korrigálható, és hosszabb távra tervezhető a költségvetés, hiszen a makrogazdasági mutatók, ezek a bizonyos 3%-ok, hogy ugye a költségvetési hiány 3%-on belül legyen, az eladósodás mértéke ne nőjön jobban, de 2017-ben nominálisan is csökkenni fog, illetve a gazdasági növekedés érje el a 3%-ot. Most ez a költségvetés minden elemző szerint ezeket a kritériumokat teljesíti. De ezek a makromutatók, ezek stratégiailag fontosak, hiszen tudjuk azt mondani, hogy a 2017-es költségvetés egy olyan stabil lábakon áll, ami már nem gondolkodik azon, hogy vissza kell fizetnünk a rossz kondíciókkal felvett IMF hitelt. Ugye tavaly visszafizettük az Európai Uniónak az utolsó részlet, most visszafizettük az IMF-nek, tehát már 2016-ban nem kell kiadással számolnunk. Ez fontos azért, mert a nemzeti szuverenitás egyik sarokköve a gazdasági szuverenitás. A gazdasági szuverenitásunk, azaz a függőség, a külső eladósodottság, és itt hangsúlyoznám a külső, azaz az euróban történő eladósodottság, és a belső, az a forintban eladósodás között átbillent a mérleg, és most már több mint 50%-a Magyarország, a magyar gazdaság adósság állományának az magyar állampapírokban van, tehát vagy magyar tulajdonosok, vagy lehet, hogy külföldi tulajdonosok, de mégiscsak magyar államkötvényben van. Tehát kiszámítható, nincs kitéve a gazdaság a spekulációnak, a valuta spekulációnak, ezért mondjuk, hogy stabil lábokon áll, sikerült a makrogazdasági mutatókat stabilizálni. A gazdasági növekedés lehetőséget ad arra, hogy a kormány nagyobb mozgástérrel, tehát csökkenő adósság mellett, ugye kevesebbet kell törlesztő részletre fizetnünk, növekvő gazdasági teljesítmény mellett van mozgástere az államnak. Ez a mozgástér jelen pillanatban a közalkalmazottaknak és az átlagembereknek az életminőségét hivatott javítani. Ezeket nagyon egyszerűen úgy tudnánk összefoglalni, hogy az adócsökkentés éve, léphet mindenki egyet előre, hiszen az eddigi volt rezsicsökkentés 0%-os infláció, az infláció zárójelbe a szakemberek szerint a szegények adója, mert ugyanannyi pénzt keres nominálisan, de az inflálódással, a pénzromlással ugye többet kell neki költeni. Magyarországon 0% körül mocorog az infláció, tehát a szegény emberek is, vagy a szegényebb sorban élő emberek is jobban gazdálkodhatnak, az a plusz adó nem terhelődik rájuk. De ugye a bérből és fizetésből élő embereknek a személy jövedelem adóra is csökkent 1%-kal, ez egy átlagos családban évi 60 ezer forint megtakarítást jelent. Tehát egyszerre, amikor azt mondja a kormány, hogy emelem a közalkalmazottak bérét, a pedagógusok bérét, a szociális szféra bérét, az egészségügyi dolgozók bérét, és csökkenti a kiadásokat, ugye, személy jövedelem adóval 1%-kal többet hagyott, nem nől az infláció, nem romlik a pénzünk. És ezek mellett még az áfát is csökkenti a legtöbbet forgalmazott élelmiszereknek, ugye a baromfi hús, a tej vonatkozásában. Ezzel megint csak az emberek zsebében hagy több pénz, hiszen amikor megvizsgálunk egy úgynevezett
bevásárló kosarat, az embereknek a vásárlási szokásait, akkor ezeknek a termékeknek a fogyasztása tavaly ugye a sertéshúsnak volt, a magyar gazdaság a 6 millió sertés országára való ráfordulása és az emberek megtakarítása, az idei évben pedig a tej, a baromfihús és egy-két alapélelmiszer tekintetében azoknak a élelmiszereknek csökkent az áfája, amely emelyek legtöbbet szerepelnek az átlagember tényleges vásárlásai között. Tehát ezeket, ha összeadjuk, akkor bátran kimerjük jelenteni, hogy átlagban 3,5-5%-ig van béremelés. 3,5-5%-on van béremelés, mert még egyszer mondom, hogy a kiadás csökkentés az ugye több pénzt hagy a zsebbe, és a bevétel növekedés, amikor fizetést emelés adunk, akkor ennek együttes hatását kell vizsgálni. Nagyon fontos még megemlíteni egy olyan társadalmi kört, a nyugdíjasokat, akiknek ugye a nyugdíj kiszámítását a kormány vállalta, hogy a mindenkori inflációhoz igazítja. Elhoztam magammal egy papírt, és szeretnék felolvasni belőle Simonovics András közgazdász, a Nyugalom díja című írása. Hát abban nem vándorhat ez az úriember, hogy kormánypárti lenne, mert a Népszavában jelent meg ez a cikk. Kivételesen egyetértek a kormányzattal, ami a jövőre tervezett szerény nominális emelést illeti, sőt hozzáteszem, az elmúlt évek túlemeléseinek megvan már a böjtje, például a megalapozatlan nyugdíjemelések elszívják a pénzt az egészségügytől, elsősorban az időseket sújtja, de az egyeztetés leszögezése túl megragadom az alkalmat, hogy általában is ismételgem a nyugdíjak indexálásáról. Tehát még az ellenzéki képviselő is elismeri, hogy a nyugdíjak reál értéken tartása az egy nagyon-nagyon nagy feladat az állam részéről, és az a paktum, az az egyesség, amit kötött a kormány nyugdíjasokkal, hogy az infláció mértékében mindig emeli, bár kevésnek tűnhet a 0,9%-os valódi emelés, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az áfa csökkenést is tessenek beleszámolni nominál értéken annak a vásárlói kosárnak az értékébe, ami egy átlagember kiadásait csökkenti. Oké? Tehát amikor azt mondjuk, hogy csak 0,9%-os a nyugdíjemelés, akkor egy 0%-os inflációról beszélünk, tehát az inflációt meghaladó mértékben van nyugdíjemelés, és nagyon fontos, hogy a nyugdíjas kosár, vagy az átlagember bevásárló kosar az élelmiszerek áfa csökkenésével is több pénzt hagy az emberek zsebébe. Csak visszakanyarodni 2013-ra, ott a rezsicsökkentés egy egész havi nyugdíjat jelentett a nyugdíjasok részére. Idézőjelben visszaadta a kormány a 13. nyugdíjat, avval, hogy csökkentette a rezsikiadásokat. Az ellenzék ezt természetesen elfelejti, mindig azt mondja, hogy kevesebbet adunk, mint amit ígértünk. Ez nem igaz, mert nominális értéken, inflációt meghaladó értékben és az élelmiszerek áfájának csökkenésével pedig kiadás csökkentést is figyelembe véve tehetünk. Ezen kívül még szeretném tovább folytatni az adócsökkentés évének is nevezhető 2017-es évi költségvetést a családi adókedvezmény mértékében, hiszen egy kétgyermekes család gyermekenként 2500 forint további adókedvezményt kapnak, így most már 15000 forint gyermekenként az adókedvezmény, és el fogja érni 18-ra 20000 forintot, tehát itt is egy adókedvezmény, érhető tetten. Csökken az adóalapjuk, illetve a befizetendő adókat. Hát emellett ugye az otthonteremtés költségvetésének is lehet nevezni, hiszen már több mint 3000 regisztrált folyamatban lévő hitelkérelmező van, akik a csókot, illetve a nokot igénybe veszik. Ez a családi otthonteremtési kedvezmény és a nemzeti otthonteremtési közösség. Ez biztosan tudják, ugye a három gyerekeseknél 10 millió forint visszanemtérítő támogatás, 10 millió forint 3%-os garantált 15 éves futamidővel hitelfelvétel, és itt vidéken szeretném azt is megerősíteni, hogy van még egy 5 milliós szám, ez pedig, ha valaki a barátaival régen azt a szót használtuk, hogy kalákába épít, akkor a kalákában megépített ház,
igazolt anyagköltségeinek áfájából visszaigényelhet 5 millió forintot. Bonyolultan mondom? Tehát az építőanyag áfája 27%. Magának, ha vállalkozóval építünk, akkor a végszámlán a vállalkozó nem 27%-ot, hanem 5%-ot érint, tehát az új lakás áfája csökkent 5%-ra, de a Kanálkában a baráti társaságok által épített lakásoknál az igazolhatóan arra az ingatlanra elköltött anyagszámlából 5 millió forintig vissza lehet igényelni. Tehát ha itt vidéken nézzük, és egy 3 gyerekes családot veszünk figyelembe, akkor 10 millió forint vissza nem térítendő, 5 millió forint áfa visszaigényelés, és 10 millió forint nagyon kedvezményes hitel állami garanciával, tehát a kamatok állami garanciával történő hitelfelvételről beszélünk. Fontos megemlíteni, hogy az ellenzék, ugye, amíg a szocialisták kormányoztak, az előző Fidesz kormány 2002-ig ezt alkalmazta, adókedvezmény mértékében is, illetve támogatás mértékében ezt eltörölték. Ez egy fontos figyelmeztetni, hogyha a szocialisták visszajönnének, akkor amellett, hogy most ugye a bevándorláspártiak ellene vannak a népszavazásnak, amellett a családi otthonteremtési támogatást is veszély fenyegeti, csak hogy megemlítsem az ellenzék szerepét is, negatív szerepét is a költségvetés tervezésénél. Hát nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, hogyha kérdés van, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Hamarosan kicsengetnek az általános iskolában, és a szülők mire számíthatnak a gyermekészletesés ügyében? A kormány az idei évben, 2016-ban megemelte azt az összeget, amely az ingyenes étkezésre fordítható, tehát a szünetben is minden olyan család, amelyik igényli, természetesen megkapja az ingyenes étkezési lehetőséget. Ezt az önkormányzatoknak normatív alapon jár, tehát nem kell már pályázniuk sem. Igénybejelentés alapján a kincstáron keresztül tehetik meg ezeket az igényeket, tehát megnyugtatunk minden olyan szülőt, akinek szociálisan hátrányos helyzetben van és nem tud gondoskodni a szünidőben a gyerekéről, azoknak természetesen rászorultsági vizsgálattal, de biztosítja a kormány az étkezést. A kormány több lehetőséget is biztosít a fiataloknak, hogy lakáshoz jussanak és vállaljanak gyereket. Hogyan látja képviselőként, hogy mennyire a visszajelzések alapján, hogy mennyire élni fognak ezzel az emberek, az állampolgárok? Olyannyira, hogy már most az eredetileg tervezett költségvetés már az emelésen gondolkodik a kormány, hiszen már több mint 3000 regisztrált hitelkérője van a programnak. Ez azt jelenti, hogy ha 10 millió forintra számolok, ugye ez már 300 milliárd forint, és emellé még, mert vidéken el kell mondanunk, ugye, hogy van egy 5 milliós bónusz, ami áfa visszaigénylést jelent, tehát hogyha vásárolt termékeknek a 27%-os áfájából Kalákába megépítem az épületet, akkor ezeknek a termékeknek, az eszközöknek az áfájából igazoltan az ingatlanhoz, vagy az épülethez tartozó igazolt eszközök után 5 millió forintot vissza lehet igényelni, ez már 15 millió vissza nem térítendő támogatás, és ehhez még a kormány állami garanciát biztosít egy 10 millió forintos hosszú lejáratú hitelhez, maximum 3%-os kamatra. Magánszemélyeknek voltak kírva azok a pályázatok, amit az otthon melegében lehetett igénybe venni, hűtő, mosógép, illetve most kijöttek azok a pályázatok, pályázati felhívások, amelyben lehet majd a lakás korszerűsítésre is pályázni. Mennyire gondolja, mennyire fognak ezzel élni az emberek? Hát nagyon fognak vele élni, hogy nagyon egyszerűen fejezem ki magam, hiszen ezeknek a berendezéseknek, amit felsorolt, a energetikai kicserélésére meg kellett duplázni a rendelkezésre álló forrást, és így sem tudta teljes mértékben kielégíteni az állam az igényeket. Emellé ugye van egy kazán program, hogy az újonnan átadott lakásokból, vagy a felújításon átesett lakásokból most már csak az úgynevezett kondenzációs kazánokat lehet beépíteni, erre is lehet pályázni, és ugye a hőszigetelés nyilázáró cseréknek a pályázata is az eddigi érdeklődések alapján nagyon nagy érdeklődés, nagyon nagy beruházási számra számolunk. A kormánynak vannak tartalékai, és azok az Európai Uniós források hamarabb megnyithatók, amelyek vannak. A konkrét érdeklődéstől teszi függővé a kormány az intézkedéseket, hogy szakaszosan fogja meglépni, minden évben nyit egy kicsit, vagy pedig előbb egy nagyot fog nyitni. Azt gondolom, hogy minél előbb érjük el azokat az energetikai osztályba sorolást, hogy ilyen csúnya kifejezés használjak, hogy ABCD kategóriákban vannak az épületek. Mi szeretnénk, ha ez minél hamarabb megvalósulna, hiszen azok a megtakarítások már akkor azokban az években jelentkeznek, amikor a beruházásokat elvégezzük.
változtatott a kormány egy korábban meghozott döntésén, a boltok nyitvatartására gondolok. Képviselőként hogyan látja ezt a témát? A vasárnapi nyitvatartásra volt társadalmi igény. Én azt gondolom, hogy ketté kell választanunk. Egyrésztről a vasárnapi vásárlás kultúráját, ugye a KDNP-re ráfogták, hogy a templomba akarja járatni az embereket. Nem erről volt szó, hanem arról, hogy a vasárnapi nyitvatartáskor a dolgozókat akartuk védeni, tehát egyfajta foglalkoztatás politikai eszközként a kereskedelmi dolgozók védve voltak, hiszen ilyenkor lehet azt mondani, hogy ügyeletet látnak el a vasutasok, a postások, az egészségügyi dolgozók, de azt gondolom, hogy ez kötelező közszolgáltatás, az emberi élet megvédése, közlekedése, de azt gondolom, hogy ez egészen más, mint egy kereskedelmi tevékenység. Tehát a fő cél az volt, hogy ezeknek az embereknek a vasárnapi foglalkoztatását szabályozzuk, ne kelljen nagyobb, 400 négyzetmétertől nagyobb kereskedelmi egységnek nyitva lenni, ha pedig az alatt van, akkor a tulajdonos, ha vállalja, vagy pedig ha 100%, tehát 400 négyzetméter alatt 100%-os bérpótlékot kellett fizetni. Csak hát el kell ismernünk, hogy kiöntöttük ugye a mosóvízzel a gyereket, mert ugye itt maradtak a kereskedelmi dolgozók egyfajta védettség nélkül. Kósa Lajos frakcióvezető úr a szakszervezetekkel már elkezdte a tárgyalást, és úgy néz ki, hogy szeptember-október környékén a parlament vagy a kormány foglalkozni fog avval, hogy hogyan tudjuk megvédeni a dolgozókat anélkül, hogy egy vasárnapi bezárást kellene újra eszközölni, de mindenféleképpen foglalkozni kell a kereskedelmi dolgozóknak a hétvégével, a családdal együtt töltendő idővel. Nem lehet megengedni, hogy négy egymás követő szombaton, hogy vasárnapon legyenek berendelve ezek az emberek dolgozni. Április végén a tanúszoda átadására alapkületételének került sor Csengerbe, akkor ott járt képviselő úr is. Mennyire tartja fontosnak a kormány, illetve személy szerint önt, hogy ezek az úszodák megépüljenek, illetve a gyerekek megtanuljanak úszni? Hát olyannyira, hogy azt gondolom, hogy kellően sikeres voltam, hogyha egy kicsit dicsérhetem magam, hiszen három járás tartozik a választókerületbe, a Szabocs 05-ös választókerületbe. Ezek körül az egyik Csenger, ahol már az alapkövet is letettük, a másik Mátészalk, ahol van úszoda, tanúszoda, a harmadik pedig Bakta Loránd háza is. Amikor ezt a riportot készítjük, akkor értesítettek, hogy a közbeszerzési felhívás megjelent, tehát kiírtuk oda is, kiírták oda is a közbeszerzést, ezt a Nemzeti Sportközpont a rövid ezt nevén NSK bonyolítja le az állam nevében, hiszen ezek állami beruházások, állami ingatlanok lesznek, az önkormányzatok felajánlják a földterületet, hogy 100%-os állami tulajdonba kerüljenek. Ennek cseréjében viszont ugye az állam ezeket fogja is üzemeltetni, tehát nem kell az önkormányzatoknak az újonnan megépülő tanúszodákat üzemeltetni, sőt, hogyha nem zavarja és tanórán kívül vannak, akkor a felnőttek, a lakosság is igénybe veheti ezeket az úszodai szolgáltatásokat. Azt gondolom, hogy egyrészt az egészséges életmód, másrészt a sportolási lehetőség, az úszás megtanulása, hiszen mi itt Szatmárban, négy folyó kanyarulatában, vagy közre működésével a Szamos, a Túr, a Kraszna, a Tisza, azt gondolom az úszás az nagyon fontos, hiszen a szabad strandokra is lejárunk fürdőzni, és kevés ember tud úszni.